válsághelyzetet, milyen fázisban tudnak lehetőségé változtatni? Azt gondolom, hogy először is, amikor szembesülünk a válsággal, akkor utána elmúlik a sok hatás, és akkor kezdődik meg a szisztematikus elemző és tervező munka, hogy tudjuk ezt a dolgot a saját javunkra lehetőségé változtatni. Hát ahogy az előadásomban is elmondtam, mi ezt az elmúlt 2 évben, 3 évben praktizáltuk, és azt gondolom, hogy az első, a Covid okozta válságot, azt jól menedzseltük. Tudna példát mondani a cégük esetében? Ahogy elmondtam, a vállalat a Covid válsága érkeztekor is már gazdaságilag nehézségekkel küzdött, és hasonlíthatom a helyzetet ahhoz, amikor a beteg ember még náthát is elkap, és ezért minket különösen mélyen sújtott a válság. Ez elsősorban forgalom visszaesésben jelentkezett, és emiatt lényegében újra kellett gondolnunk az egész vállalat stratégiáját, és ez az újraindítás, ez az újratervezés, én úgy gondolom, csapatmunkában úgy gondolom jól sikerült. Éltek át olyan válságot az utóbbi időben, amelynek nem volt semmilyen pozitív perspektívája? Hát, hogyha meggondolom jól az energia áraknak a változása, illetve az alapanyagok árainak a változása, az első pillanatra azt mondhatnánk, hogy ez egy negatív hatás volt, de ha meggondoljuk, mélyebben hozzá mögé gondolunk, akkor úgy gondolom az a kényszer, ami most ebben a válsághelyzetben a vállalkozásokra is nehezedik, hogy megújuló energiaforrásokkal helyettesítsék a jelenlegi fosszilis energiákat, ez talán valahol nem csak negatív, hanem pozitív, hiszen mindannyiunk célja a zéro emissziónak az elérése. Tehát ilyen irányban úgy gondolom, ez is pozitívnak tekinthető. Fontosnak tartja, hogy az ipari cégek szakmai konferenciákon legyenek részt, találkozzanak a képviselőik egymással? Igen, én meggyőződésem. Rendszeresen látogatója voltam eddig a Németországban hasonló autóipari konferenciáknak, logisztikai, termelési. De nagy örömmel vagyok itt, mert 5-6 év után újra Magyarországon nagy örömmel tölt el, hogy kollégákkal találkozhatom, és megismerhetem azokat a témákat, amikkel ők foglalkozhatnak.